Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, és a mai videóban FIFA Mobile-ozni fogunk. Szokásos módon rengeteg mindent kell csinálni, hiszen a Hall of Legends-ben nagyon durva játékosokat lehet kiszedni. Már reggelig pörgettem, természetesen mikor jöttem be az irodába, már pörgött a cucc, úgyhogy pontok minden száguld is bele a kasszába. Ez a menedzseres questtel szórakoztam, még egyetlen egy győzelem kellene, de mindig döntetlen játszok, minden más már teljesítve van, mindig döntetlen ezek, úgyhogy majd valamikor ezt is behúzom. Viszont már feloldódott a Chapter Quest Run 2, ahol is csomagokat kell bontani, trénelni kell játékosokat, illetve skill game meccseket kell tolni. Nem tűnik túl nehéznek, ezt is honorálja a játék rengeteg legend ponttal, meg egy kis coinnal is, és akkor szokásosan itt is lehet nyomulni a Cruyffra, az Essien-re vagy a Cafu-ra. Én ugye a Cafu-t csinálom, nekem ez nagyon-nagyon jól jönne, és most is tudunk majd egy jó pár pontot elkölteni, itt a végéig elmenni azért az elég durva lesz, de mindent megteszek majd, hogy ez sikerüljön. Én azt mondom, hogy akkor ezeket már be is gyűjtöm, ugye minden egyes lépcsőjére azért legalább ajándékot kapsz. Az már, abba már bele se gondoltam, hogy esetleg milyen jó lenne lemenni valami más, mondjuk a Ronaldóért, itt akár föl, nem lenne rossz, de tényleg ahhoz nagyon sokat kell játszani. 250 ezer coin az jó, mert most lesznek ebbe a videóba vásárlások, lesz most meccs Péter barát ellen, úgyhogy reméljük, hogy majd sikeresen ott is tudok valamit csinálni. Itt az összes questet gyűjtsük be, mert itt is rengeteg mindent tevékenykedtem, amit csak tudtam. Itt is azért járnak coinok, illetve a store-ba be kell menni, ugye a pakkokat kibontani. Itt a hűde nagy dealt nem találtam, ami annyira megérős lenne. FIFA pontért persze van, de amúgy ilyen gemekért, meg ilyen cuccokért sajnos most egyenlőre nincsen. Úgy, ingyenes csomagot is begyűjtöm. Nagyon király. Olyanokat bontotok, beléptem ilyen magyar FIFA Mobile-os csoportba Facebookon, ott a link a leírásban, olyanokat bontotok ott, amiket beküldtök, hogy ez hihetetlen. Tehát a Hall of Legends-nek a ingyenes pakjából is látom, hogy szedik ki az emberek a 110-eseket, ja nem 110-es, a 109-eseket, szóval az a max, de láttam, hogy olyanokat is kiszedek. Van esély, csak 0,01%, úgyhogy elég kevés, de ezek szerint akkor én elhiszem, tehát akkor ott biztos, hogy van esély. Jó, a 111-es játékost is ki tudok szedni az Event Shopnak, majd a Ranked tokenekért járó részénél. Azt mondja, hogy Division Rivals, és itt ha sokat rankedezel, akkor eléggé jó pontokat kapsz, és hát 114-es játékos a max, de hát ezért mindent meg kell nyerni, úgyhogy ez nagyon messze van. 113-as játékost 10.000-ért lehet szerezni, az is nagyon messze van nekem. Annyira nem vagyok profi, viszont erre a 109-től 111-ikre nem szeretnék rámenni, mert amit ezt is csoportba írtátok, amúgy tök jó látni, hát, hogy mindenki 109-eset nyit, rohadtul nem akarja beadni a játék, még a 110-eset se, úgyhogy 112-es játékost lehet kapni 4000-ért, ez tűnik a legmegérősebbnek, úgyhogy én már nyomom is. Nézzük, mert ez most nagyon fejleszthet a csapatom, és eldöntheti, hogy akár milyen poszton igazoljunk, milyen irányba menjünk tovább. Francia, csatár, nem hiszem el. Nem tudunk mit kezdeni Benzemával, nagyon aranyos Benzema. 396 milliót ér, gondolom nem lehet eladni. Nagyon király ez a Benzema, csak nem tudunk olyan mit kezdeni, mi ott van már Mbappé, és Mbappét azért csak jobban csípem. Gyorsabb is, mint Benzema. Ez most azért para, hogy akkor át kell állni két csatáros felállásra, hogy tudjam használni. Nem akarnám elengedni azt a Benzemát. Padozzon meg ilyenek, mert ez csak nem. De elgondolkodható, hogy viszont akkor hogy tudom berakni a kezdőcsapatba. Feladta a feladatot, jobb lett volna a középpályásba adja a 112-t, vagy kapusba. Most már mindegy. Oké, begyűjtjük ezeket a cuccokat, amiket kell, és akkor legalább a passzban is van egy kis előre haladásunk. Úgy, menjünk ki akkor a főmenübe. És akkor itt a Star Pass-nél is begyűjtöm a cuccokat. 104 pluszos játékos, ez semmi extra, de ingyen van, úgyhogy annak örülünk. Jó, szuper. Oké, van a Hall of Legends-nek is külön passza, azt is nézzük azért meg. Itt 2 millió coin, hoppá. 2 millió coin, az mondjuk csak úgy, az nem olyan rossz egy ingyenes passzból.
meg a 300 gem. Természetesen a felső része az, ami igazán durva, prémium, de itt alul is vannak jó cuccok még. Oké, 183 millió, ez nem olyan rossz. Főleg annak tudatában nem rossz, hogy a marketen el tudtam adni végre a megnent, nem 210-ért, csak 196-ért, ebből kapunk 176-ot, tehát annyira azért nem volt ez megérős biznisz, de mégiscsak el tudtam adni, úgyhogy 359 millió coin, ami most a számlán van, remélem, hogy ebből majd egy jó középpás fejlesztésre is futja majd, mert az nem lenne azért rossz. Most nem tudom, itt sikerült-e valamit, aha, még kevés a pont, úgyhogy nem, akkor abból ki is lépünk. Jó, tehát a csapat most úgy néz ki, hogy ott a Bappé, aki nekem nagyon tetszik, ott a Touré, a Touré-t vagy a Renato Sanchez-t szívesen beáldoznám egy Benzemáért, ha a Benzema jöhetne csatárnak valamilyen felállással, valamilyen úton, módon. Úgyhogy nézzük meg, hogy egyáltalán milyen opcióink vannak-e. Vannak-e olyan felállások, amik esetlegesen működhetnének ebbe a két csatáros rendszerben, mert egyértelműen két csatár kell, plusz a CF, de nem öt védővel, mert az még megint nem jó, ezt megint nem szeretném, úgyhogy egyre nehezebb a dolog. Három védős felállás az meg, az a baj, Hernández meg tökre sajnálnám, de lehet aztán, de három védő meg kevésnek tűnik. FIFA Mobile-ban gyors játékosok egyszerűen, én azt hiszem, hogy kevésnek tűnik az a három védő. Még ez, de akkor szélsőket zárjuk ki. Annyi jó felállás van, és annyira nem tetszik egyik se. Mert mindegyiktől valami mást várnék, és nem úgy adja ki. Hamis 9-es, még ami le van zárva a szint miatt, még azokra sem mondom azt, hogy tökéletes, teljesen tökéletes. Megnézzük ezt, hogy ezzel így mi van, mert így van CF-ünk. Ja, hát az meg nem is CF. Aha, nem csak egy támadó középpályás, úgyhogy az se az igazi. Itt pedig teljesen elveszítjük az identitását ennek az egésznek, ami itt van, mert a Stoichkovot nem tudom használni, tök sok skill boost lemegy a rossz poszt miatt. Hát, Stoichkov, pedig nagyon szeretem amúgy, úgyhogy sajnálnám. A Lukasz Murát nem sajnálom, a Yaya Touré az maradna. Ez elgondolkodtató, hogy ez maradjon így. Na mindegy, nézzük már a Renato Sanchez helyett, akkor ezt a Karim Benzemát. Nem tudom, felerősítve egyáltalán használható lesz a plusz 12-es csak a skill boost-ja, tehát azzal is foglalkozni kell a shootinggal. Mindenki félkeperrel fog próbálni, mert azért ez egy ultimate totis, nem totszos, hanem totis, Benzema. És akkor még maradt pénzünk esetlegesen valamit fejleszteni a keretem. Oké, okay, és akkor még a players-nél, akkor Renato Sanchez-t azt most... Á, de az a baj, a Yaya Touré. Vagy inkább a Yaya Touré-ról kéne leszedni. Vagy a Lukasz Moura-ról, mert őt meg biztos nem használom soha. Na jó, az egyre nehezebb. Oké, okay, a train, Lukasz Moura, és akkor átpasszoljuk a Benzemának azt a pontocskákat. Na, mondom, átpasszoljuk, úgy. 115-ös lett a Benzemánk. Most a Benzema Bappé, az mondjuk nem rossz, nem rossz. Bappé kicsit előbb eligazol Reálba, még akár össze is jöhetett volna, bár úgy beszélt, mint eligazolt volna. 168-as lövése van a Benzinek, 144-es futás mellett nem kiemelkedő szerintem, mert ennél sokkal jobb statokat, fényévekkel jobbakat tud a Bappé, úgyhogy ezért is eszembe nem jutott lecserélni, viszont Puskás még ott van, ne felejtkezzünk el Puskásról, mert brutál lövése van, tehát ez a támadó rész nekem így nagyon tetszik. A középpályámat érzem úgy, hogy kezd széthullani, és ez így nem tűnik jónak. A Renato Sanchez az szerintem az király lesz ott. A Touré se rossz, hogy berakjuk középre, a Sanchez pedig ki a szélre, mert 145-ös futása van. Igen, igen, meg is néztem egyértelmű. A Stoichkovval meg nagyon-nagyon tetszett, de ha van esetleg egy valami jó középpályás, 357 millió, én De Bruyne-en gondolkodtam. Mindjárt rámegyünk a marketre, mert azért kéne oda egy jó CM, egy konkrét CM. És be is írjuk, hogy legalább 111-eset mutasson nekünk, mert az alatt már úgy érzem, hogy nem. CM-et mutat, úgy. Nézzük akkor, mik a lehetőségeink. 357 millió. Fabregas sajnos nem. Herrera még lehet. McAllister is jöhet.
A Lo Celso, ott a De Bruyne, Todd's De Bruyne, 357, 375 millió, ha? Tehát pont nem tudom, pedig ő lenne a jó. 152-es passzolással szerintem ilyen nagyon durva kulcspasszokat tud adni, bár a Lo Celso se rossz. Nézzük meg a McAllistert, az se rossz. Herrera mit tud? 151-es passz, csak nagyon lassú. A Fabregas eszméletlen, ő nem mozog. 93-as futással, szerintem meg sem mozdul a pályán. Még van itt Fofana, Bellingham. A Bellingham is nem tűnik rossznak, 147-es, és ő is úgy mindenben jó. És De Bruyne-nél gyorsabb ráadásul. A Valverde az elérhetetlen, az nagyon jó egyébként. Effenberg se rossz, ő rá is rápróbálnék. Itt pedig van egy újabb Lampard variáció, de ott is a futással vannak gondok, már azért fel akarom hozni őket a támadóba. Még azért itt megnézzük, még a Gullit, még a Modric, aki esetlegesen elgondolkodható, hogy nem lehet rossz. Á, Gullit, úristen, milyen statok ezek? Jó ég, 132-es futással lőni is tud, passzolni is tud, minden tud. Jó, meg eldőlt. De jó ég, mit tud ez a gulit? Cs régi, tehát ez nem zsírúj, nem tegnap jött be, de mégis amúgy lent van az ára. És nagyon jónak tűnik, és marad még egy csomó pénzünk, ami úgy szintén lehet gondolkodni, hogy akkor melyik irányba érdemes elvinni a fejlesztést. Mert hogy a gulit az azonnal meg is van. És szerintem ennek nem fog annyira lemenni az ára, ez egy nagyon komoly játékos, és statokat elnézve. Konkrétan egy olyan váltás a Stoichkov helyett, hogy középpályába lehet, hogy jobb is lesz. Szélén, támadásban, futásban nem, de amúgy a 15-ös skill boost ott van, és akkor le is szedjük a Stoichkovra a pontokat. Sajnos eladni ugye nem lehet, a srácot, az szomorú egy picit, mert már egyszer eladtam ugye, amikor eladhatóba kihoztam, tehát ez ilyen. 115-ös lesz ugyanúgy a gulit, úgyhogy ez teljesen jónak néz ki. Hát most azért beleikonoztunk a csapatba, most már ott van Puskás gulit, ott van Lám is, ez már egészen jónak tűnik. Még mondtátok, hogy a Van der Sarra is érdemes rápróbálni, majdnem 150-es futása van, 174-es passz. Legjobb középpályásom lett hirtelen. Oké. Okay. Na, menjünk vissza a marketbe, mielőtt játszunk azért erre. Nem sajnálom az időt, hogy fejlesszük a csapatot. És azt mondtátok, hogy akkor kapusok között is akár nézzek körül még a 110-esek között is. Most amúgy kapusban a testégen van. Nem rossz, de ha olcsón rá tudunk próbálni valami jobbra, akkor szívesen. Akkor szívesen megteszem ezt. Anders Sar. Ez pontszámba, statisztikába az félelmetes, és így ezt, ez miért ilyen drága? Ja, mert ő is nagyon jó. Aha. Martínez, hát ő kicsit gyengébb azért, és itt a többieket meg már láttuk milliószor, most ez a testégen nem van, ő se rossz egyébként, hozzáteszem ingyen, ő se rossz. Egyáltalán nem. Bono. Hű, ez a Bono is megérhet egy próbát. 129 millió, és akkor innen meg már jönnek a még durvábbak, ez a Magnan. És Tatra se tűnik jónak, a Casillas nem vészes. Hú, ez a Casillas. 157-es pozíció. Ez a Casillas nagyon nem tűnik rossznak, csak nem akarok ennyit költeni. Ez a 100 milliós, az nagyon tetszett, hogy 100 millióból megúszhatjuk igazából a történetet, és ráadásul egy olyat tudok kipróbálni, amit nagyon sokan javasoltatok. Aztán, ha max nem jó, akkor meg bármikor el lehet adni szerintem. Úgyhogy mindenféleképpen akkor most rápróbálok erre a Van der Sarra, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Maradt 95 milliónk, de semmi vész, mert mondom, nem tetszenek ezek a játékosok, bármikor el tudom adni, úgyhogy nem nagy dráma. És akkor a Ter Stegen helyett meg szerintem már jöhet is be. Plusz 12, akkor itt is kell költeni egy picit. Aha, igen, egyértelműen kell költeni egy kicsit. Hát, másfél millió coint elköltünk erre, hú, több mint másfél milliót, ajajaj. Na mindegy, nem baj, mert így azért meg jól fel van boostolva, és akkor a playereknél a testigenről meg leszedjük a vackokat a trénnel, és azt meg átrakjuk, nem, úgy, ott, igen, és akkor így
pedig átrakjuk Andersára. Ez az nagyon jó. 114-es lesz ő is, tehát overall pontszám nem változik, de nem is ez a lényeg, hanem a statisztikai adatok, a pontszámok, illetve majd in-game, ami még fontosabb, 190-es reflexe, kifejezetten korrektenek tűnik. Úgyhogy így néz ki a csapat, most 131-es overall-al tombolunk. Remélem, hogy ez a fejlesztés, ez a Benzema egyáltalán működni fog. Benzemát egy kicsit tartok. Nem tudom, hogy mennyire lehet őt felbúsztani, ne érezzem már, hogy ennyire béna. Jó, Ronaldókat kell betörni érte. 2 millió coin, megcsinálom, mert nem szeretném, hogy kilógjon a keretből. És ha már kinyitottam, vagy kiszedtem, akkor viszont használni akarom. Itt 250 000 a rankát, meg is történt. Úgy, 116-os, na van 216-os csatám, de Benzemánál a Bappé még mindig fényévekkel jobb. Benzema lövésben hozza azt, amit én elvárnék egy ilyen csatától. Megnézzük, most már itt az ideje, hogy játszunk is egy meccset Sportcards Hungary ellen, úgyhogy mindjárt kihívom, és akkor nézzük a találkozót. Na, itt van Péter. Bekúszott a videóba ő is. Megint ide pofátlankodok. Mondtad, hogy neked nem tetszik annyira ez az esemény? Há, nem tudom, nekem elveszett a varázsát. Főleg itt a tocnál nagyon megtoltam, meg így az elmúlt egy fél évet a FIFA Mobile-ba, és hát a glitchet azért természetesen úgy tudtam, tehát az nagyon jó sztori volt, mert beléptem, én mindig jön egy új esemény, én egyből bent vagyok 9-kor, és már tolom is. De te nagyon... És küldtem is neked, hogy rányomtam, és mondom, Jézusom, 300 millió coin, meg 114-es játékos, és akkor mondtad, hogy ismerősed is ezt nyitott, mondom, jó, hát megnézem még egy-kétszer. És adogatta be a 115-ösöket is. Igen, igen. Valami milliárd coin adogat. Majdnem volt 3 milliárd coin, amin 2, valamennyi, hát aztán 200 millió maradt belőle, de akkor sajnáltam, mondtam neked, hogy meg tudtam volna venni egyből a Haalandot, meg a Messit, meg Mbappét. Már játékosokat megtarthattad viszont. Igen. És megbántam, hogy akkor nem csaptam le egyből, mert nem gondolkodtam, mert minden más megmaradt, amit akkor megvettél, meg ilyenek, mert vettem én is akkor játékost, és az megmaradt, de ja. Hát igen, az a 5, az így jött össze. De úgyhogy daráltam mindent, hogy összejöjjön. Hát ez nagyon durva. Ez a Frimpong is 190-es futással majdnem. Jó ég, utolérhetetlen lesz. Úgyhogy igen. De aztán nem tudom, valahogy így elment a varázsa. Meg igazából kíváncsi vagyok, hogy az ilyen mit csinál vele majd szeptemberben. Ja igen, mert FIFA-nak nem hívhatják. Igen, és hogy én titkon reménykedek abban, hogy így lenullázzák az egészet. Hát, mert azért, amikor már 116-os játékos nyitsz, az ugye eléggé irreális. Hát az mondjuk igen, az kezd durva lenni. Majd meglátjuk, hogy mit csinálnak egyébként. Kihívtalak egy jó kis mérkőzésre. Nem jött meg. Nem jött, most jött meg. Na, csak megvan az. Úgyhogy nyomjunk egy jó kis head-to-head-et, aztán meglátjuk, hogy most akkor végül is mennyit számítanak ezek a jó játékosok, akiket bontottál, mert... Én most 2 hete nem játszottam, most léptem be először. Ja, hát neked nem tetszik ez a Hall of Fame. Főleg az, hogy bárkit szerzel, nem tudod betenni a kezdőbe. Igen, tehát most már ez a jutott után már nem látom értelmét. Igen, tehát egy... Hova? Hova fejleszek? Nekem még van értelme, mert én meg nem tudtam kihasználni a glitchet, mert meg úgy voltam. Igen. Majd reggel videóba. Aha. Nekem meg a glitch ez így nem tudom, hogy így megölte bennem. Jó, kihasználtam, tök jó, de... Igen. Ilyen, mint a pay to win olyan. Hát nagyjából, csak minden. Hát igen, az ilyen free to win volt. A kárpótlás meg, amit kaptak a többiek, akik nem használtak, ez még nagyon gyenge volt. Igen, hát az nem ér fel azzal most. De ez, igen, hát erről beszéltünk akkor sokat. De remélem most sikerül nyernem ellened, mert nem sokszor szoktuk összejönni, és most egy nagyon jó helyről jön a szabadrugás. Esték, hát egy kisebb patta. Téglafal van a kapuba. Pedig egy új játékossal lőttem, de hát nincs sem ért. Nem lehet utalérni ezt a szállát a végre. Belém cselezed, az volt a mázlim, mert... Direkt volt. Nem értem volna utol. Csak kimegy, és nem. Szállá. Elesett. Már veszélyesen közel kerültél.
Nem tudtam, hogy csinálni most hirtelen. Még zavarban vagyok, rég játszottam, úgyhogy... Meg te még mindig nyomod a felét, sokan mondják amúgy, hogy... Igen, én még mindig tolom, mert... megvettem az Osimhent a 200 millióban. Meg a Ter Stegen, aztán még szereztem még 100-at. Megvettem az Osimhent, betettem, rájöttem, hogy nem, hogy azért ő is adtam, úgyhogy buktam gyorsan 30 milliót. Ja, úgyhogy hatalmas vásárlások voltak. És mégis maradt a Pelé akkor. Hát nekem az a Pelé kb. Ott így nem tud kikopni a keretből. Sokan mondják amúgy, hogy... Annyira jó lett, és 108 overall, de valahogy... De sokkal jobbnak érződik. Ha összeadnánk a statjai, szerintem lehetne 130-as is. Ugye már az ilyen nem úgy számolja, mint régen, hogy nagyon összeadja nem, a 6 fő statot, és akkor reális az overall, hanem így... Oaj, mekkora gól, Bappé! El se hiszem, amúgy. 16-oson kívülről. Kapufáról. Nagyban beszélgetek, aztán így van, mondom, azt a testéges simán védi, hagyjad már izé. De tényleg én is azt hiszem, messzire jött az a lövés. Szóval jó az a... Kéne egy Pelé a kapudba is, nem? Na, oh, az! Kérdez? Durva volt. Nem cselezgetek. Látszik, hogy rég játszottam, most így megkukott a rendületem. Én élvezem, mert nagyon sokszornyás. Végre lehet egy pici lehetőséggel. De nyomtam, hogy rúgt ki te... Ott, meg elesünk mind a ketten. Dínezzünk. Első fél idő vége. 1-0, de hát ez szoros. Semmi. Szoros. Nézzük, én egy szabad rúgáson csodálkozom, így kivézte. Ez jó közelről nem. Hát én meg a... Bappén csodálkozom, hogy... Én nem bőttek. Jaj, jelesik a gól. De oda! Nem hiszem, hogy a becsúszás jön össze. Azaz. Elfelejtettem a kezem. Sét a játék. Azaz, szabad. Nagyon. Hát igen, durván játszol. Persze. Semmi nem történt. Láttam, hogy karistoltad a kijelzőt. Na, muszáj volt. Szerencsére ez is mellé. Ilyen szempontom. Eddig olyan szépen kanyarodott. Na, de... ekkora üres terület lám előtt. Hoppá! Gyere, gyere, gyere! A jobb lett van a szabadugás. Azt hittem, hogy bemegy. Láttam, hogy nem lesodródok. Előny szabály volt, de hát nem tudtam kihasználni. Hoppári, az jó. Az nagyon jó, Benzema. Gyere! Almagy cipelhetem volna még egy kicsit, de... Mire? Szóval lehet, gyere, gyere, Militao! Kár, hogy összeveszek, hogy kifejeljen. Nagyon küldöm kapudát. Hát én nem tudok már játszani ezzel. Hozzá nem nyúltam, de F1 23-at tudom. Ja, tehát a formát ez izé... FIFA Mobile-ban is. FIFA Mobile. Na, futás! Gyere lám! A nagy Pelé. Jó. Nem sikerül. Okay. De közel vagy. És belövöd. És egy-egy. Nem számít, hogy a kapudat tüzeltem 20 percen keresztül. Szála. Lősz egyet és gól. Nem be tudtad ott hozni a 16-oson belőle. Bajos, bajos. Jó, egy-egy. Extra izgalom. De mi lenne Rüdiger, ha azt ott így megszereznéd tán? Áj! Ki lenne Mbappé? De én... Én a, amikor Mbappé jött, akkor döntöttem el, hogy már itt nincs hely felének, mert Mbappé is nem tetszik. Nincs, ha megnézed stadba. Csomó 115-ös játékosnál így összevetve. Azok, igen, 115-ösek még... furcsán nem olyan jó, csak egy-két pontszáma. Ezért se értem, hogy miért nem reszetelik már az egészet. Nem tudják hova húzni. Pedig akár ennyien játékban ezt előtték, mindig csak baj lett belőle. De hogy ennyire felhúzták. Mindig már ilyen 200 ezer overall lesz, hogy érted? De... Hát lehet 200-as futással fogunk majd menni meg ilyenek. Benzema a végén még... Mit csinálok? Na, hát igen, ezt Rüdiger nem csinálta meg, amit most Szalibá az előbb. Mit csinálok? Na, hát figyelj, szép volt.
Köszi, kemény volt azért, én azt hittem... Berosdásodott az ujjam már, így több gólt tudok lőni. De végén szorossá tetted, azért csak visszahoztad. Végre lett egy győzelem. Ja, látszott a statisztikán, hogy azért több lövésem volt. De hát az meg én ugye veled játszottam útjára, én a head to headet sose toltam, én az eventben is megnéztem a head to headet, de az nem, én csak versuszhatok nekem, a head to headet azon hagyja mindenki, csak veled játszok. Köszönjük szépen akkor, hogy itt voltatok, megnéztétek ezt a videót, hát várjuk majd, hogy mit találnak itt a fejlesztők. Remélem jó lesz. Mert ez érdekes lesz így. Jók lehetek, jó játékot, sziasztok! Sziasztok!